Ma megkérdezik Jézustól, hogy melyik a legfőbb parancs. És erre ő azt válaszolja. Biztos, hogy ismerjük ezt, de próbáljunk újból belegondolni ezekbe a szavakba. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és egész értelmedből. Ez az első, és ez a legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez, szeresd felebarátodat, mint saját magadat. Most gondolkozzunk egy pillanatot azon, hogy mennyire sikerül nekünk ez a legfőbb parancs, illetve mennyire sikerül nekünk szeretni felebarátunkat, mint saját magunkat. Mennyire értjük ezt? Mit jelent az szeretni Isten teljes szívvel, teljes lélekkel, egész értelemmel? Beismerem, hogy én sokáig nem értettem, hogyan lehet szeretni Isten teljes szívvel, teljes erővel, teljes lélekkel, értelemmel. Aztán egyszer megvilágított a Szentlélek, hogy csak akkor tudok szeretni, ha először befogadom a szeretetet. Csak akkor tudunk szeretni, ha befogadtuk a szeretetet. Illetve amikor én nem szeretek valakit, vagy nem szeretem saját magamat, vagy nem szeretem a Jóisten, ez azért, mert hiányzik a szeretet a szívemből. De mi nem vagyunk a szeretetnek a forrása. Testvéreim, mi nem vagyunk a szeretetnek a forrása. Mielőtt mi szeretjük a Jóisten, nekünk be kell fogadni az ő szeretetét. Ez másképp nem működik. Előbb be kell fogadnom az Istennek a szeretetét. Mert, ahogy tanít minket Szent János is, Isten a szeretet. Isten a szeretet. Amikor jövünk a Szent Misére, ez a szeretetnek a helye. Ő itt minket szeret. És úgy is kéne, kedves testvér, hogy általunk, kedves paptestvérek, szereti a Jóisten a híveket. Nekünk meg kell tapasztalni, hogyan szerető minket általatok, nektek meg kéne tapasztalni, hogyan szeret ő titeket általunk. De a szeretetnek az egyik a legmélyebb jelenlétje ez a szent áldozás, ez a szent mise, amikor Jézus egészen odaadja saját magát nekünk. Isten a szeretet, és mindig azon lesz a kérdés a mi életünkben, hogy hogyan fogadom be én Istennek a szeretetét a saját életembe? Hogyan fogadom be? Ugye nekünk a szívünk megnyílik a hallás által, a látás által, illetve amikor hallgatjuk az igét, vagy kimondjuk az imákat, és akkor halljuk, hogy hogy működik, mit szól nekünk az imánk által, a Szentírás által, amikor hallgassuk. Ma is hallgattuk ugye a szeretetről, hogy milyen is a szeretet. Amikor hallgatjuk, hogyan szeret minket a Jóisten, amikor ránézünk Jézusra, és Jézus azt mondja, szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Jézus mondja, így szeretlek titeket, hogy odaadom saját magamat egészen nektek. Ez egy olyan mély szeretettitok, hogy Jézus odaadta magát, és odaadja minden szent misén, odaadja saját magát nekünk. Ez hihetetlen, ez fantasztikus. És akkor azt mondja, tegyetek ti is úgy, ahogyan én tettem. Fogadjatok be engemet, tanuljatok tőlem, és szeressetek úgy, ahogy én szerettelek titeket, de ő az első. Ő az első. És itt nagyon fontos, mert mi azt halljuk, hogy a legfőbb szeressétek az Urat, az Isteneteket teljes szívetekkel. De nem tudjuk szeretni, hogyha először nem fogadjuk be az ő szeretetét. Isten az első, aki szeret minket. Azért is jövünk ide. Mert ő valamikor, ugye apukánkat, nagyapánkat, meg az apostoloktól kezdve átjött nekünk ez a szeretet, Jézus megérintette a szeretetével a tanítványokat. Jézus meg kell, hogy érintsen minket szeretetével. A
Az Isten a szeretetnek a forrása. És csak akkor tudunk szeretni, ha befogadjuk őtet. Ha hiányzik nekem a szeretet, mert van olyan, hogy úgy érezzük, hogy nincs szeretet, hiányzik nekem a szeretet, nem tudok szeretni se nem magamat, se nem a felebarátomat. Ez arra mutott rá, hogy be van zárva a szívem, a lelkem és az eszmém az Isten szeretetére. Valamiért be van zárva. Pont azért is megyünk gyónni. Remélem, hogy a búcsú előtt mindenki meggyont. Remélem, hogy mindent megtesztek azért, hogy kegyelembe éljetek, mert amikor az ember bűnbe van, akkor, és hogyha nem kéri, nem keresi a gyónást, akkor a bűn által be van zárva a szíve az Istennek a szeretetére. Hogyha egy ember nem megy el a szent áldozásra, ott van a misén, és nem megy el, húzza a gyónással, és minél tovább, annál nehezebb neki az életben, idegesebb, kevesebb benne az energia, az életerő, az öröm, és nem megy áldozni például, várja a húsvétot, vagy várja a karácsonyt, és csodálkozik, hogy minél tovább, annál gonoszabbak az emberek körülötte, minél tovább, annál rosszabb a világ körülötte. De miért? Mert sötétségben van, mert rosszul látja a történetet, mert be van zárva a szíve a szeretetre, és ez nagyon egyszerű. Testvérek, még az is nem egyszer lehetséges, hogy meg kell tennünk, hogyha például nehezetekre vál gyónni talán itten. Ha van lehetőség, ma már van lehetőség beleülni a kocsiba, megkérni a szomszédot, elmenni ide-oda, az egyik templomba, másik templomba, Beregszázba, Benébe, Munkács, Rongvára, zarándokutot tenni meg azért, hogy meggyónni, vagy kérni a Józsi atyát. Józsi atya, csináljon nekünk egy olyan gyóntató napot, hívja el János atyát, vagy egy-két más papot, hogy gyónjunk, gyakrabban gyónjunk. Szeretnénk gyónni. Ez nagyon fontos a mi oldalunkból, hogy mi ezt értsük, és szolgáljunk, és segítsünk titeket ebben, hogy minél gyakrabban tudjatok gyónni, illetve azért, hogy minél gyakrabban minden szentmisén tudjatok áldozni, mert a szentáldozás ez a szeretetnek az egyik legnagyobb forrása. A szentmise ez a szeretetnek az egyik legnagyobb forrása. És nagyon kérem a Jó Istent ugyanúgy magamért, mint a pap testvéreimért, hogy mindig átéljük a szent misét, hogy átéljük, hogy mi magunk megtapasztaljuk ennek a szeretetnek a jelenlétét, és hogy általunk ti is megtapasztaljátok ezt a szeretetet, hogy ne szokjuk meg. Nem tudom, én szerintem... Nem tudom, Püspök atya, te vagy a legidősebb köztünk, te már megszoktad a szentmiséket? Gondolom, hogy nem. Amikor láttam, hogy milyen mélyen átéli a Püspök atya a szentmisét, hogy nem lehet megszokni a szentmisét. Nem lehet megszokni például ugyanazt, hogy milyen szép, minden éven milyen szép a tavasz. Nem lehet megszokni a tavaszt. Nem lehet megszokni a szép virágot. Anyukámnak, amikor szoktam hozni a virágot, akkor mindig, jaj, ez nem igaz, ez olyan szép, jaj, ez nem igaz, ez olyan szép, hogy mindig szép. Ugyanígy a szentmise még szebb. A szentmise mindig ott van a szeretetnek a mélysége. És ezért nagyon fontos, hogy imádkozzatok értünk, testvérek, hogy mi, mint azok, akik vezetjük ezt a szentmisét, akik Jézusnak a nevében itten szolgálunk nektek, hogy mi, nekünk mindig a szentmise, az eukarisztia jelenléttel, szeretettel, élettel teljes legyen. De hogyha nekünk hiányzik a szeretet, mindig abban van a kérdés, hogy mi történik az életemben, miért van bezárva a szívem a Jóisten szeretetére. És Jézus az út, Jézus a szeretet útja. Szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket.
És amikor megtapasztalom ezt a szeretetet, hogy mennyire szeret engemet az Isten, akkor azt mondom magamnak, én értékes vagyok. Az én életem értékes. Ha Jézus így odaadta saját magámat, saját magát értem, saját magát testét, vérét adta értem, sőt, odaadja magát, hogy táplálékul, akkor én értékes vagyok, akkor szeretem magamat. Akkor szeretem magamat. Az Istennek a szeretete az én szeretetemnek a gyümölcse, illetve hogyha én megtapasztalom, hogy Isten szeret engemet, akkor én is szeretem magamat, és ha engemet szeret, akkor titeket is szeret. És akkor tudjuk szeretni egymást, amikor megtapasztaljuk, hogy hogy szeret minket Jézus. Megbocsát nekünk Jézus, kitart mellettünk Jézus. Ahányszor jövünk a gyóntató székbe és megbánjuk a bűnünket, Jézus mindig megbocsát. Nekem már 30 éve mindig megbocsát. Hogyha bánom a bűneimet, még nem volt olyan papa, aki azt mondta volna, na jó, elég, ezt már annyiszor mondtad, nem bocsátok meg neked. Mindig, amikor bánom bűneimet, ugyanúgy vezet engemet is, hogy Isten, hogy úgy szeresselek titeket, hogyha még ugyanabba a valamelyik rossz cselekedetbe estek, hogy én megbocsássak, illetve szeresselek titeket mindannapval, amitek van. Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, ő a szeretet forrása. És csak úgy tudunk szeretni, ha először befogadjuk Isten szeretetét a mi szívünkben.